Kedves tárlóklátogatók! A magyar nemzet kimagasló művészei 2015-ben tisztelettek szűzanya előtt 55-en alkotásaikkal elindítottak egy kiállítást, amely 3 évig a magyar lakta területeken volt megtekinthető. Most 3 év után, és utolsó állomás Bécs volt egy kitérő is, a kiállítás hazaért az anyországban, eljött Győrbe, feljött a Káptalandomra, mindezt azért, mert a tisztelgő alkotások közel 100 méterre vannak a környező kegyképtől, amelyen Szűz Mária 1697. március 17-én az írekért és az emberiségért véres könnyeket hulladott. Itt van 100 méterre körülbelül Szent László királyunk erekéje, aki már a Szűz Mária oltalma alatt összekovácsolta a nemzetet, a 11. században. Mi magyarok érezzük a boldogasszony kegyelmét, segítségét, ezért is öröm, hogy tiszteletünket, hódolatunkat 55 magyar művész alkotásával és az alkotások megtekintésével is kifejezhetjük. Nem olyan régen, pár nappal ezelőtt kaptam egy régi levéltáros, könyvtáros ismerősömtől, barátomtól egy fénymásolatot, Bálint Sándornak, a nagy néprajztudósnak egy 1940-es évekbeli írásából, Boldog asszony vendégségében ez a címe. És csodatosan végig tekinti a magyarországi szűzanya kegyhelyeknek, Mária kultusznak csodatos helyszíneit. Nem annyira a fő helyeket, hanem sokkal inkább ilyen kis regionális, eldugottabb Mária zarándok helyeket is. De megfogott a címe, és arra gondoltam, hogy ahogyan ide beléptem majd a terembe. Megmondom őszintén, hogy én már láttam egy gyönyörű albumot, és úgyhogy csak vár, még nagyobbra, tágabbra nyílt a szívem Mária iránt, úgy jöttem ide. De ahogy beléptem, azt éreztem, hogy itt most mindannyian a Boldogasszony vendégségében vagyunk. Második János Pál pápa, azóta Szent Évatott nagy pápánk mondott 1991-ben a pécsi látogatása alkalmával, így zárta a ottani beszédét, egy eléggé máriás lelkületű beszéd volt. Magyarok nagyasszonya, a magyarok és egész Magyarország királynéja, patrónája, mensd meg ezt a népet, mely reált hagyatkozik. Számunkra egyénileg is, az egyének számára nagyon fontos Szűz Mária tisztelete, a Mária kultusz. És biztos vagyok benne, hogy amikor hozzá fohászkodunk, mindenki valahogy máshogy képzeli el, valamilyen más kép van lelki szemei előtt. És abban is biztos vagyok, hogy akik most itt vagyunk, nagyon sokunknak a könnyező szűzanya kegyképe az, ami ilyenkor megjelenik. Aztán biztos, hogy többen vagyunk olyanok, akik jártunk már Csíksomjon. Biztos vannak, akik a Mária képet, a Mária kultuszt odakötték. Ma mégis egy olyan kiállításon vagyunk, ami azt gondolom, hogy formabontó, hiszen azt mutatja meg, hogy a mai élő művészeink, a kortárs művészeink képzeletében hogyan jelenik meg a szűzanya. A város mindig büszke volt egyházi múltjára, és természetesen kulturális múltjára is, és ez a kettő újra összekapcsolódik napjainkban. Többek között például az Európa Kulturális Fővárosa címre való pályázatunkban is, azon dolgozunk, hogy 2023-ban majd mi viselhessük ezt a címet. Tudjuk azt, hogy Szent István királyunk, első szent királyunk felajánlja az országot Szűz Mária számára, és azóta több mint 1000 éve gyakorlatilag, közel 1000 éve most már mondhatjuk azt, hogy Magyarország pátrónája Szűz Mária.
mindig is a történelem során, amikor bajban voltunk, amikor valamilyen vész leselkedett ránk, akkor hozzá fohászkodtunk, és azt hiszem, hogy nincs ez másképp ma sem, hiszen ma, amikor azért küzdünk, hogy egyrészt a magyar nemzet meg tudjon maradni a Kárpát-medencében, bátran fordulhatunk Szűz Máriához, amikor azért küzdünk napjainkban, hogy Magyarország valóban magyar ország maradjon, akkor azt gondolom, hogy szintén bátran fordulhatunk imáinkban Szűz Máriához, és biztos vagyok benne, hogy ez a kiállítás is nemzettudatunkat fogja erősíteni, hitünket fogja erősíteni. Én mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok, és jó lelki feltöltődést itt a következő órákban. Nincsen másik olyan téma a Nagy Magyarországon, az egész Kárpát-medencei magyarság életében, amely összetudott volna hívni 55 kortárs magyar művészt. Tehát ez az egyetlen kiállítás, ahol ennyi művész összefogott, hogy ki a saját lelkülete szerint megalkossa azt a Mária képet, amit ő hordoz a szívében. Tehát egy csodára jöttek önök, tehát egy csodának vagyunk a tanúi. Ezt a kiállítást a Csíksomlyói kegyszobor 450 éves évfordulója ihlette. Hogyha Szent István a kereszténység magvetője, akkor ugye Szent László az, aki megerősíti a kereszténység gyökérzetét itt a Kárpát-medencében, de Szent László talán Nagyvárad és Győr után a székelységben örül, vagy mellette a legnagyobb tiszteletnek. Székelyföldön ma is él Szent László tisztelete, legendája. Itt járt önöknél Szent II. János Pál pápa. Ez a kiállítás nemrég Krakkóban járt, éppen a pápáról, a Szentatyáról elnevezett, a Károly Wojtyla múzeumban volt kiállítva nem is olyan rég. A húsvét kapcsán valamennyiünk számára fontos lehet, hogy milyen magatartást is kell tanúsítani, akkor idehozom Mária példáját, hogy azt a csöndet, azt a fájdalmat, de ugyanakkor elfogadást, amit ő tudott tanúsítani a saját szent fia halála kapcsán, ez volna jó számunkra is, mint követendő példa saját lelkünkben megélni, mert hogyha Máriával együtt mélységesen végig tudjuk élni húsvét szent időszakát, akkor mi is reménykedhetünk a feltámadásban, mert mégis hamvazó szerda után azért mégis jön a feltámadás, és az élet győzedelmeskedik a halál felett. Boldogasszony című kiállítás egy teljes és kerek világban nyújt betekintést, melyben egyszerre van jelen a magyarság mítikus időkben eredeztethető Istenasszonya, a nemek világát életében meghaladó Szűz Mária, az Isten szülő, ki példát mutat mindannyiunk előtt tisztes készülődésre, ráhagyatkozásra, életvezetésre. A Patrone Hungariae, a magyarok oltalmazó pártfogója, a magyarok nagyasszonya. Az ég és föld közötti szövetség földi vetülete, Regnum Marianum, Mária országa, mely Regina Hungariae birodalma a jelenleg még nyugvó Szent Korona akaratán keresztül. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet kezdeményezésére 4 esztendővel ezelőtt 55 kiemelkedő kortárs magyar művészt kértem fel, hogy fogalmazzák meg a boldogasszonynak azt a sok réteg összetett képét, melyet a művészet évezredek óta
korról korra megtesz. Melyet természete szerint minden ember magában hordoz, de csak keveseknek adatik meg, hogy megteremtse a kapcsolatot ég és föld, természet és teremtő között, hogy megszülessen a szakrális alkotás, mely teremteni képes, az életet serkenti, őrzi, élteti, és képes, hitem szerint egyedülként létrehozni a kultúrát. Ezen időkben a kiállítás küldetése, hogy az elkövetkezendő esztendőkben, miután körbejárta a Kárpát-Tatár az anyaországban is, hitében, felelősségében és hűségében erősítse meg az őrtállókat, önöket. Hogy onnan kitekintve a világ minden részéről hazahívja az elszakadt nemzettársakat. A kiállítás sorozat annak üzenetét hordozza, hogy mint sok évezeden keresztül, most is a Boldogasszony zászlaja alatt lehetünk erősek és szabadok. Ha hittel, elszántsággal összefogva vívjuk meg harcunkat hagyományainkért, értékeinkért, művétartozásunkért. Mi, magyarok, Mária országában, az ősi seregekkel megerősítve, a fenevad tombolását megállíthatjuk, és elhozhatjuk mindannyiunk szabadságát.